A mai videóban egy szervisztipet szeretnék neked mutatni. De nem ez lesz a fontos, hanem az, hogy egy üzenetet szeretnék neked eljuttatni. Méghozzá az, hogy légy mindig kreatív, és képes legyél mindig felvenni egy új nézőpontot. Ha így teszel, akkor tudira veszem, hogy előrébb fogsz jutni. Na lássuk, mit mutatok neked. Sziasztok, Varbőcsi vagyok. Mielőtt elmondanám nektek, hogy konkrétan miről van szó, elmesélek nektek egy sztorit. Itt van ez a kerék. Ugye, azzal a problémával hozták be, hogy eltörtek a küllők. Na most, ez egy nagyon speciális, ez egy országúti kerékpárnak a kereke, kampanyoló névre hallgat, és egy speciális gyári kerék. Nem akármilyen küllőkkel. Na most a probléma ott kezdődött, hogy jelen pillanatban nem lehetett ilyen küllőt beszerezni. Illetve be lehetett volna, csak valami 1000-2000 darabot kellett volna belőle rendelni. Szerintetek? Hát ez így milyen lett volna? Jöttem a kerékpáromért, elkészült. Persze, annyi van, hogy körülbelül egy olyan 60 000 forint lesz a javítás, mert ennek a küllőnek a darabja XY összegbe került, aztán így összesen ennyire jött ki. Szerintetek? Mennyire örülne neki? Na szóval viccet félretéve. A lényeg az, hogy nem lehetett beszerezni, és ugye meg kell ezt oldani valahogy. Gondold el, hogy Feel the Sunshine van, lehet-e menni kerékpározni, tök jó idő van, és egyszer csak nem tudsz menni, mert nem lehet beszerezni ezt a küllőt. Hát akkor csak meg kell, hogy old valahogy, nem? Na nézzük meg, hogy hogyan. Látod? Így néz ki egy standard küllőnek a feje. Ez ugye el van, derékszögbe hajlítva. Tehát így néz ki. Na most, ellenben ez a küllő pedig így néz ki. Látod? Még van a végén egy ilyen kis tartó is, amiből belefekszik. Egy ilyen kis speciális kis közbetét. Na most, ugye, hogyha ezt levesszük róla, és ugye ezt rátesszük, akkor láthatod, hogy ez ugye nem fog stimmelni. Tehát egyszerűen, mert ez vissza van ugye hajtva, tehát egyszerűen mit fog csinálni, fogom és ezt kiegyenesítem a fejét. Két fogó segítségével. Tehát semmi extra, itt a két fogó a kezembe, és a küllő, és egyszerűen csak fogom, rátartok minél jobban a tövénél, és elkezdem kiegyenesíteni. Ha gondolod, úgy érzed, hogy egy satut használsz hozzá, akkor egy satut használsz. Kicsit játszol vele, addig még frankó egyenes nem lesz, illetve meg nem közelíti az egyenesség fogalmát. Miután ezzel meg vagyok, ráhozom ezt a kis kütyöt a küllőre, és frankón a helyére éreztem. Már is mutatom közben, hogy lásd te is. Ajj, azt a mindenit helyre is pattant. Na, tehát ez így fog kinézni. Na, nézd meg közelebbről is, látod? Tehát erről a küllő volt szó, erről. Tehát frankon beéleszkedett, tehát egyszerűen, ha én nem mondom el, hogy mit csinálok, akkor így most ezt fel se tennék, hogy itt miről van szó. Sosem jössz rá, hogy itt most milyen kis technikai malőrt alkalmaztunk. És? Emlékszel még az üzenetre? Mindig légy kreatív, és mindig képes legyél egy teljesen új nézőpontot felvenni. Én úgy gondolom, hogy ez az élet bármely területén működhet. Szerinted is. Tudod, iratkozz fel a csatornánkra, és találkozunk legközelebb is. Köszönöm, hogy velem voltál!